Szép számú közönség előtt a hazaiak a Gáti, Straub, Dunavölgyi, Varga, Kallós, Szelecki, Kaufmann, Kustán, Velles, Bajcsi, Szabó összeállításban kezdték a mérkőzést. Eseménytelen első 25 percet követően egy nagyszerű indítást Kaufmann váltott gólra, majd 6 perccel később Szabó növelte a vendéglátók előnyét, kialakítva a 2-0-ás félidei eredményt. Fordulás után azonnal gólt szereztek a sárga kékek, Szabó növelte saját és a csapat góljainak számát. A 3 gólos előny túlságosan is megnyugtatta a pétieket, ezt és egy védelmi hibát kihasználva Kovács révén szépített a rátót az 50. percben. A gólt követő fél órában jobbára mezőnyben folyt a játék, a mérkőzés hajrájában azonban felpörögtek az események. Előbb a csereként beállt Varga vette be Gáti kapuját a 87. percben, kozmetikázva ezzel az eredményen, majd 3 perccel később Kovács egy gyönyörű szabadrugás góllal egalizált. A hosszabbításban Szelecki 16-os sarkáról elvégzett szabadrugását a Bajcsi helyére csereként beálló, első felnőtt meccsén debütáló 18 éves Kerekes Dániel fejelte a hálóba, beállítva ezzel a végeredményt. Összességében a Péti MT-je második félidei játékának köszönhetően önmagának tette nehézzé a mérkőzést, ennek ellenére megérdemelten tartotta itthon a 3 pontot.